Hazánkban nagy problémát jelent, hogy az emberek hatalmas mennyiségben pazarolják a tiszta vizet olyan dolgokra, amikre nem feltétlenül szükséges. Így történik ez Molnáriknál is. Molnár apukát régóta foglalkoztatta az, hogy hogyan tudnának gazdálkodni a vízzel. Rövid keresés után különféle beruházásokra talált, melyekkel állami támogatás is jár. Ezek segítik a beruházások megvalósítását. A család számára megoldást jelenthet egy csapadékvíz visszaforgató rendszer, melynek segítségével a környezettudatos gondolkodásnak megfelelően takarékosabbak is lehetnek. Az ilyen magánvállalkozások mellé úgynevezett mikrohitelt vehetünk fel, ami kifejezetten ezeket a vállalkozásokat finanszírozza. Egy tartályt az épületek pince szintjén érdemes elhelyezni, így a nála magasabb szintekre is beépíthető egy másik, felső tartály. Ez gravitációs módon kapja a vizet és továbbítja a kiépített vízvételi pontokra. A tartályok kiürülését és telítődését úszókapcsolók figyelik, indítják, illetve állítják le az ehhez szükséges szivattyúkat. Molnárék pince szintjén egy kerámia műhely található, amelynek technológiai vízfelhasználását ez a rendszer biztosítani tudja. Éves szinten a tartályok 70-80 köbméter víz összegyűjtésére képesek. Összességében kijelenthető, hogy az ingatlanok vízigényének 30-50%-át csapadékvíz képes biztosítani.